Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Drogdílert fogtak a rendőrök, akár 8 év börtönt is kaphat. Járdafelújítás Tolnán, több mint 2000 négyzetmétert érint a fejlesztés. Megújult a plébánia, a rekonstrukció történelmi újdonságokat is hozott Tolnának. Katasztrófavédelmi nap az egyetemen, a tűzbiztonsággal ismerkedhettek. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Drogdílert fogtak a rendőrök Bonyhádon. A 37 éves férfinél házkutatást tartottak, ami során alufóliába csomagolt marihuánát, a kábítószer kiméréséhez használt mérleget találtak. A férfi, aki a gyanú szerint Bonyhádon és környékén árulta a drogot, akár 8 év börtönt is kaphat. Vezetőszáron vitték a rendőrök a néhány nappal ezelőtt elfogott drogdillert a szekszárdi járásbíróságra. A férfiról régóta gyanították már a hatóság munkatársai, hogy kábítószer tárul Bonyhádon és környékén, ezért tartottak nála házkutatást, ami során beigazolódott a gyanújuk. Egy 37 éves bonyhádi férfit vettek őrizetbe kollégáim 2019. március 21-én a délutáni órákban, mert megalapozott gyanú volt arra vonatkozóan, hogy a férfi otthonában, illetve Bonyhádon és környékén kábítószer tárusít. A házkutatás során kollégáim számos alufóliapakba csomagolt zöld növényi törmeléket találtak, amelyről az első gyors teszt, illetve a későbbiekben az igazságügyi szakértő is megállapította, hogy kábítószer. Vagyis a bonyhádi férfi marihuánát kínált eladásra, a hatóság munkatársai a helyszínen megtalálták a drog kiporciózásához szükséges eszközöket, mérleget és a valószínűleg kábítószer árulásából származó több mint 16 ezer forintnyi készpénzt is. A rendőrök a férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették. 2019. március 22-én pedig a szekszárdi járásbíróság a férfit letartóztatásba helyezte. Az ügyben a további eljárás kábítószerkereskedelem büntette miatt a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le. A 37 éves férfi 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Orvosi rendelőre, orvosi szolgálati lakásra és orvostechnikai eszközökre fordítható 11 milliárd forint keretösszegű pályázati kiírással folytatódik a Magyar Falu Program, jelentette be Kásler Miklós kedden. Az emberi erőforrások minisztere hozzátette, a kormány célja az alapellátás átalakítása. Ennek fontos eleme a kis településeken lévő orvosi praxisok fejlesztése, amihez a most kiírt pályázatok is hozzájárulnak. A szolgálati lakások építésére 5 milliárd, orvosi rendelők felújítására 4 milliárd, orvosi eszközök beszerzésére pedig 2 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programban. Teljesen felújították Tolnán a városközpont járdáit. A buszpályaudvart, a Szekszárdi és a Bajcsy-Zsilinszky utcákat érintő fejlesztés során több mint 2000 négyzetméterre raktak le térköveket a szakemberek. Már nyílnak a virágok a tolnai buszpályaudvaron. Az ágyást is a most véget ért fejlesztésnek köszönhetően alakították ki, ami során több mint 2500 négyzetméteren cserélték le a meglévő aszfaltburkolatot az annál jóval korszerűbb és időtállóbb térkőburkolatra. A munkálatokhoz szükséges több mint 40 milliós támogatást a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítvány pályázatán nyert el az önkormányzat, de közel ugyanennyi önerőre is szükség volt. A munkát helyi vállalkozók végezték el. A beruházás során a csapadék elvezetést folyókákkal oldották meg, és a házak előtti kocsi bejárókat is letérkövezték. A kapubejáróknál ott erősített szerkezet van, tehát van egy 15 centi zuzott kőágyazat, 15 centi CKT megerősítés, 4 centi 0,4-es ágyazókő, és akkor jön a térkő. Az elmúlt három évben folyamatosan újították fel a város járdáit. Appelshofer Ágnes, a város polgármestere azt mondja, ezek közül a mostani fejlesztés a legjelentősebb. Gyakorlatilag most a városközpontban sikerült a Szent István térnek a járdaburkolatát teljesen megújítani. Értem ez alatt magának a tért körülvevő járdaburkolatnak a felújítását. A Szekszárdi utca azon szakaszának, ami a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Kossuth-Lajos utcáig megy, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcának az a szakasza, ami az Arany János utcától, tehát a klasszikusan a Penny
től a Városházáig az egyik oldalon, és a Petőfi utcáig, a Gyógyszertáig a másik oldalon. Az önkormányzat a jövőben is folytatni akarja a járdák felújítását, amihez a szükséges pályázatokat már el is készítették. Az utolsó simítások zajlanak a Tolnai Plébánia hivatalon. A korábban rossz állapotban levő ingatlan 3 év alatt nyerte el megújult formáját. Időközben a levéltári kutatások több, a város történetében eddig ismeretlen adalékkal is szolgáltak. Ma már rá sem lehet ismerni az évekig düledező plébánia épületére. A 3 évig tartó felújítás Lajtai Zoltán építész tervei és irányítása alatt folytak. Azt mondja, hosszú levéltári munka előzte meg a tervezést, melynek során újabb a város egésze számára is érdekes dokumentumokkal lettek gazdagabbak. A középkorban Tolna komoly hely volt, ugye a nevét a megye nem véletlenül kapta, Tolnavár, királyi székhely, itt voltak országgyűlések, tehát egy komoly hely volt, és egy akkora templom volt itt, amiről azt írták, hát talán lehet, hogy nagy zoltak, de egy picit lehet, hogy még igaz is, hogy egy akkora templom volt a várban, hogy mondjuk Budától a Tekete-tengerig a legnagyobb vár volt ez a része. Egy nagy kikötő volt, középkorban komoly hely volt. Az épület ennyire rossz állapotban volt, hogy a boltozat megnyílt, és téglák estek le róla, mondja Lajtai Zoltán. Mivel a plébánia műemléki védettséget élvez, így a tervezői munkától a felhasznált anyagok minőségéig szigorú szabályok szerint kellett dolgozniuk. Kompromisszumok egymással, az igények és a lehetőségek, az építészeti és a műemléki szempontok, tehát itt sokkal, minél többen vannak egy ilyen dologban, annál nehezebb ugye pontosan lenni, de nagyon tetszik az egész végeredmény, és szépen fel tudtuk újítani, és ez mindig szerintem a dolog érdekében való vitákkal is jár, de ez nem baj. A felújítás költsége megközelítette a 100 millió forintot, és Ravasz Csaba plébános rövidesen, végérvényesen beköltözhet a megújult hivatalba. Március 25-ével elindult a húsvéti ünnepek végéig tartó tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzési sorozat, közölte az Agrárminisztérium. Az akció során a kormányhivatalok, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakembereivel közösen kiemelt figyelmet fordítanak az időszak szezonális termékeire, név szerint a tojásra, a borra, az édességekre, a zöldségekre és a gyümölcsökre. 20,5 milliárd helyett 24 milliárd forintból gazdálkodik idén Szekszárd. Erről döntött legutóbbi ülésén a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága. Az ülésen több konzorciumi megállapodás felbontásáról is döntöttek a bizottság tagjai. Így például megszüntették a város önkormányzata és a Szekszárdi Ipari Park Kft. Szerződését, amit az ipari park fejlesztésére beadott pályázatkor kötöttek. Úgy vélik, azzal, hogy az önkormányzat kezében lesz a teljes projekt, az ingatlanok kérdése körül sem lesz jogi vita, gördülékenyebbé válik a beruházás megvalósítása. Módosították egy másik konzorciumi megállapodást is az ipari park fejlesztése kapcsán. Így összesen a 2,4 milliárd forintos beruházás helyett egy több mint 4 milliárd forint értékű fejlesztést tudnak megvalósítani Szekszárdon a közeljövőben. Ezt lemondtuk, hanem egy nagyobb összeggel, a több mint 4 milliárdossal együtt több minden olyan tétel belekerült, amit tartalmazza például a Kesejűsi úton az útszélesítést, kerékpárút kiépítést, a körforgalmat a Tesco irányában, a vasúti átjáró megnyitását, tulajdonképpen azokat a dolgokat, amik kapcsolódnak igazából a Modern Városok program keretéhez, ezek mind annak részét képezik, ebben döntöttünk a módosításokban. Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az ESZIA felületen egészíthetik ki és küldhetik be a NAV-hoz, mert ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 20-án, írja a NAV közleményében. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezett adataival egyetért. Aki módosítani szeretné a tervezetet, az használja a portál kereső funkcióját, azzal a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy miként szeretné megkapni az összeget. A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi kara és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködésének köszönhetően katasztrófavédelmi nap keretében ismerkedhettek a tűzbiztonsággal kicsik és nagyobbak egyaránt. Gyerekzsivaj és sziréna szó,
tűzoltó autók és maszkok, sorakozó csoportok és segítőkész egyenruhások. Bár elsőre úgy tűnhet, nem a szekszárdi gyakorló óvoda gyulladt ki. Katasztrófavédelmi napot rendeztek az egyetemen. A program a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Együttműködik két nagyon-nagyon fontos intézmény a tekintetben, hogy a helyiek biztonságérzete erősödjön. Ennek az együttműködési megállapodásnak a gyújtópontjában egy közös oktatási, képzési, tájékoztatási program van, amelynek keretében próbáljuk a területtel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ismereteket eljuttatni mind a hallgatóink felé, mind más érdeklődő polgárok felé. Különösen a pedagógus képzésben résztvevők számára fontos az ismeretek elsajátítása, ugyanis esetükben nem elég, hogy tudják a tennivalókat, de ezt megfelelő módon át is kell adniuk a gyerekeknek, mondják a szakemberek. A demonstrációk során a gyerekek viszont első kézből tapasztalhatták meg ezt a világot. A rendelkezés álló technikai eszközeink mellett készültünk egy úgynevezett füstátorral, ahol a fiatalok is, akik kipróbálják, azok megismerkedhetnek azzal, hogy a kollégáim milyen körülmények között végzik a munkájuk a tűzoltás során. Ezen kívül egy tálcatűzoltási bemutatót hoztunk, illetve egy konyhatűz szimulációt hoztunk még. A szervezők szerint az élményközpontú nap segített közelebb hozni a fiatalokhoz a rendkívüli események kezelésének módjait. Eltörölné az Európai Parlament 2021-től a tavaszi és az őszi óraátállítást. Erről kedden szavazott a bizottság. A mostani döntés szerint azok a tagállamok, amik a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra. A téli időszámítást választó országok utolsó váltása a téli időszámításra 2021. október utolsó vasárnapján történhet meg. A dátumokról és az óraátállítás eltörlésének részleteiről az Európai Parlament és az uniós kormányok közösen fognak dönteni. A közel 200 évvel ezelőtt megalakult kijevi állami balett táncművészei évről évre kiemelkedő produkciókkal örvendeztetik meg a közönségüket. A társulat ezúttal Magyarországra látogatott a turné során, aminek az egyik állomása a Szekszárd volt. A kijevi állami balett a hagyományos orosz balett hagyományait követi. Számos külföldi kiválóság is megfordult már a kijevi színpadon. A társulat rendszeres fellépője a világ nagy balett fesztiváljainak is. Az együttes 2012-ben járt már Magyarországon, 5 nagyvárosban tartottak vendégszereplést. Most 18 helyszínen Shakespeare klasszikusát, a Rómeó és Júliát hozták. Viktor Litvinov igazgató azt mondja, bár sokat változott a balett az idők során, a klasszikus darabok mindig is vonzák a közönséget. Ezen a művön nem lehet változtatni, hiszen közérthető és nem szól semmi másról, mint a szerelemről. A társulat ezúttal 40 táncossal utazza körbe Magyarországot. Regionális híreink következnek. Benyújtotta népszavazási kezdeményezését az ÖPE, uránbánya nyitását akarják megakadályozni. Pataktisztítás, virágosítás, Kárász is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Obi sok a jégen, 1200 gyermek tanulhat ingyenesen korcsolyázni Kaposváron. Benyújtotta népszavazási kezdeményezését az ÖPE hétfő délután a pécsi jegyzőnél. A helyi választási iroda vezetője a város jegyzője, ezért nála kell beadni a népszavazásra szánt kérdést a törvény szerint. Az Összefogás Pécsért Egyesület azt szeretné elérni, hogy ne épülhessen semmilyen létesítmény a város közigazgatási határain belül, ami az uránbányászatot segítené. Mint ismert, egy magáncégnek jelenleg is folyamatban van egy környezetvédelmi kérvénye arra, hogy urán után kutasson. Ezt követően pedig bányát nyitnának. Az ÖPE ezt szeretné megakadályozni kezdeményezésével. Kisebb kísérettel, elnézést kérem ezért, de hogy legyen dokumentálva. Pécs város jegyzőjénél, mint a helyi választási iroda vezetőjénél nyújtotta be népszavazási kezdeményezését az ÖPE hétfő délután. 5 napja van a választási iroda vezetőjének a formai ellenőrzésre, és 30 napja a választási bizottságnak a
kérdés érdemi megvizsgálására, ami alapján ugye jóvá hagyja, vagy megtagadja a jóváhagyást. Tájékoztatta a képviselőt Lovász István jegyző arról, hogy mi fog történni a kérelem beadása után. A kérdés: egyetérte ön azzal, hogy Pécs megyeugváros önkormányzat közgyűlése Pécs megyeugváros helyi építési szabályzatát és szabályzási tervét úgy módosítsa, hogy a város közigazgatási területén belül uránbányászathoz és uránérc kitermeléshez kapcsolódó építmények és műtárgyak létesítését megtiltsa. Ez szerintem elég egyértelmű. Erre a kérdésre kell válaszolni a referendumon, ha azt a választási bizottság helyesnek találja. Ezután kell még a pécsiek 10%-ának, mintegy 12 ezer embernek a támogató aláírása, hogy kötelezően kiírják a népszavazást. Ha minden rendben megy, várhatóan az őszi önkormányzati választásokon kerülhet erre sor. Kővári azt mondja, az uránbányászatba kezdő magáncég nem mondott le tervéről. Jelenleg engedélyre vár, hogy kutató forrásokba majd bányászatba kezdjen. Ez a tevékenység Pécsnek nem hoz hasznot, csak az urán egészségkárosító hatását növeli, valamint az élő környezetet teszi tönkre. A korábbi bányászat károkozásának helyreállítása eddig 40 milliárdba került, nem beszélve a megbetegedett és elhalálozott egykori bányászokról. Ezért kell idejében megakadályozni az újabb bányanyítást, aminek leghatékonyabb eszköze a népszavazás, mondta Kővári János. Csatlakozott a TESZED országos szemétszedési akcióhoz Kárász település szombaton. A Baranya megye északi részén található településen a falut átszelő patak megtisztítása adja a legtöbb munkát a helybélieknek. Hétvégén közel 50-en szedték a szemetet, illetve virágokat, fákat ültettek a kárászi közterületeken. Ültetésre váró növények a vödörben szombat reggel Kárászon. Majd előkerültek a szemetes zsákok is, hiszen a település részt vett a TESZED országos szemétszedési akcióban. Kárászon már a TESZED akció elindítása előtt figyeltek a környezetvédelemre, amit egy civil szervezet kezdeményezett. A patak, ami itt átfolyik nálunk a part oldalait, illetve amit beértünk, azokat szoktuk kitisztítani. Nagyon sok műanyag hulladék található sajnos benne. Az akkori polgármester azt mondta, hogy ha lenne egy kívánság, akkor az lenne, hogy egyszer forduljon meg a folyás irány, hogy vigye vissza a szemetet azoknak, akik beledobálták. A mai napon csatlakoztunk szintén újra ehhez a TESZED szemétszedési akcióhoz, amióta ez létezik, azóta mi mindig megcsináljuk a szemétszedést, és nem csak ezen a napon, hanem az év több napján is. Ma virágokat is fogunk ültetni, illetve fákat, liszfákat, tujákat, és a településen összeszedjük a szemetet. A szombati akcióban mintegy 40-50 helybéli vett részt. Őket a nap végén Bakújással vendégelte meg az önkormányzat. Versenyfeladatok és különböző gyakorlatok a jégen. A kaposvári óvodások idén utoljára húztak korcsolyát, hogy megmutassák, mit tanultak az elmúlt hónapokban. Összesen mintegy 1200 gyermeknek biztosítottak heti egy alkalommal korcsolyázási lehetőséget a jégcsarnokban. Pályára lépés előtt bemelegítéssel kezdték a tornaórát az ovisok. A kaposvári nemzetőrsori központi óvoda kaposfüredi tagóvodájának kicsiei minden héten egyszer jönnek a jégcsarnokba csúszkálni. A gyerekek azt is tudják, hogy mi minden kell a biztonságos korcsolyázáshoz. Bukós isak. És ez miért kell? Hogy ne üssem be a fejemet. A gyerekek nagyon élvezték a hétfői, s egyben utolsó korcsolya órát is. Szeretek korcsolyázni, és nagyon jó csúszkálni a jégen, meg játszani. Mennyire nehéz? Egy kicsit, de nem annyira. Szlalomoztak és fogócskáztak is a jégen az ovisok. Itt nagyon jól érezzük magunkat, játszunk. A gyerekek több hónapon keresztül profi edzőktől tanulhattak, akik pontosan tudják, hogy hogyan lehet a kicsikkel megszerettetni a korcsolyázást. Mindenképp játékosan az a legfontosabb, hogy élvezzék. Ugye ők még esnek, kelnek, lehet, hogy az elején eltántorodnak tőlük, félnek egy kicsit, de ugye, ahogy játszunk velük, fogócskázunk, vagy korongot gyűjtünk, vagy stb., akkor azzal egyből be lehet őket vonzani, hogy kedveljék. A szezonzáró eseményen Szita Károly polgármester kiemelte, fontos a város számára, hogy minden korosztálynak sportolási lehetőséget biztosítsanak. Azért építettük a kaposvári jégcsarnokot, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a kaposvári fiataloknak, óvodásoknak, általános és középiskolásoknak, hogy szervezett körülmények között testnevelési órákat is tarthassanak itt. A mögöttem levő kisovisok januárban húztak először korcsolyát, lehet látni, hogy
meddig sikerült számukra most már a korcsolyát megtanulni. Ugyanakkor a korcsolyázás mellett az úszás oktatást is biztosítjuk számukra. Mindkettőre 10-10 millió forintot fordítunk egy évben. Összesen 1250 gyermek óvodástól egészen a középfokú oktatásba részvevőkig használja a kaposvári jégcsarnokot. Szita Károly hozzátette, a város ezentúl könnyebben tervez majd, hiszen a település megvásárolta a létesítményt. Menetleveles pecsétgyűjtő játékon vehettek részt a családok hétvégén. Az ökológia iránt elkötelezett szervezetek tevékenységének bemutatása mellett színes programokkal várta az érdeklődőket a Pécsi Kulturális Központ. A rendezvényen hirdették ki a rajzpályázat győzteseit is, amelynek témája idén a havi hegyi mandulafa volt. Madarakkal, emlősökkel, növényekkel, de még mamuttal is megismerkedhettek az érdeklődők a Zöld Családi Napon, amit a Pécsi Kulturális Központ szervezett. A gyerekek komoly feladatokat kaptak. Itt most 10 tiszta vizet össze kell gyűjtenem, és 4 halat, és akkor megtisztítem a tiszát. A menetleveles pecsétgyűjtőjátékra bárki benevezhetett, aki kíváncsi volt a helyi zöld szervezetek tevékenységére. A délelőtt folyamán többek között tájcsi bemutató, élményzóna, zöld társas játék, legószoba, ringató, zeneovi és a rajzverseny eredményhirdetése is várta a családokat. De az időben is visszarepülhettek a gyerekek, hiszen a Janus Pannonius Múzeum jóvoltából megnézhették a pécsi mamut maradványait, illetve a kortárs állatok ős maradványait is. Az eseményen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájába is bepillantást nyerhettek a gyerekek. Hát nem is tudom már hányadik alkalommal, de ez egy szokásos programja a Kulturális Központnak. Régóta megrendezzük, Zöld Családi Napnak hívjuk, és hogyha végignézték azok, akik ma itt voltak, láthatták, hogy nagyon sok mindennel vártuk a kisgyerekeket, nagyobbakat, és azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát. Szerintem legalább 300-an voltak. A környezettudatos délelőttön többek között bemutatkozott még a Misina Természet és Állatvédő Egyesület, a Dunadráva Nemzeti Park, a Zöld Híd Alapítvány, az Ökováros Ökorégió Alapítvány, a PTE Botanikus Kertje, valamint a Zsályaliget is. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Drogdílert fogtak a rendőrök, akár 8 év börtönt is kaphat. Járdafelújítás Tolnán, több mint 2000 négyzetmétert érint a fejlesztés. Megújult a plébánia, a rekonstrukció történelmi újdonságokat is hozott Tolnának. Katasztrófavédelmi nap az egyetemen, a tűzbiztonsággal ismerkedhettek. Tolna megyében szerdán még megélénkül az északi szél, majd estére legyengül. Változóan felhős, napos, csapadékmentes, hűvös időre van kilátás. Az éjszaka folyamán nagyrészt derült időre számíthatunk, gyenge légmozgással, hajnalban itt-ott gyenge faggyal. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet és videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!